éves munkálatot elvégezzük. Csatornakaszállás, karbantartás, meszelés, festés, sorompók, műtárgyak karbantartása. Éves beszámolók ismertetésével és szertári szemlével kezdődött az őszi védmű ellenőrzés hétfői programja. A helyszíni szemle során a dolgozók értékelése alapján feltérképezték a védelmi eszközöket, az árvizekre való felkészültség aktuális helyzetét, valamint a fejlesztési és átépítési munkálatok ütemét. A felújítások elsődleges célja, hogy a környéken lakók minél nagyobb biztonságban legyenek egy esetleges árvíz esetén. Szeretjük biztonságban tudni családjainkat, szeretteinket, a javainkat azért, amit megdolgozunk, illetve megdolgoztak a szüleink, nagyszüleink. Úgyhogy ezek a fejlesztések arról is szólnak, hogy jön az árvíz, akkor egyrészt nagyobb biztonságban legyünk. Másrészt pedig, ami rendkívül fontos, hogy nem csak árvízvédelem, hanem vízgazdálkodás folyik, vagyis a víznek a visszatartása, az öntözésre való hasznosítása is egy nagyon komoly kihívás a szakma számára. Ezért a jelenlegi komplex vízgazdálkodási projekt tartalmazza egy új víztározó kiépítését is, ami a térségben már a harmadik lesz. A Szamos-Kraszna közi és Beregi tározó után most a Tiszatúri tartály fog megépülni ebben a ciklusban, azonban ez még jelenleg a tervezési fázisnál tart. A most folyó munkálatok elsősorban a már meglévő töltések megerősítését, felújítását jelenti. Ezekre azért is van szükség, mert idén februárban minden idők legnagyobb jeges árvize érte el a térséget. Az áhonyi vízmérő az 1970-es rendkívüli árvízszintjét érte el. Egyrészt erősítjük, magasítjuk, szélesítjük a töltéseket, átépítjük azokat a műtárgyakat, amik nem felelnek meg a követelményeknek. Ezek a műtárgyak vezetik át a belvizet a töltésen keresztül a folyóba, illetve itt egy árvízi falnak az építését, támfalnak az építését látjuk. Azokon a helyeken, ahol túl közel van a település a töltéshez, ilyen megoldásokat kell alkalmazni, hiszen a földmű rendkívül nagy helyet foglal el, egy vasbeton szerkezet sokkal karcsúbb, és megoldja a feladatot ugyanolyan szinten. A projekt egyik kiemelt része még a Kisari híd alatti szelvény, ahol a töltést nem megerősítik majd, hanem áthelyezik távolabb a folyótól. Így teret kaphat a Tisza, ugyanis ezen a szakaszon az átlagos szélesség alig egyharmada áll a folyó rendelkezésére. A teljes beruházás keretében összesen 140 fő dolgozik a területeken közfoglalkoztatottként. A munkálatok a tervek szerint 2019 nyarán befejeződnek.